Kedves testvéreim, azok a szent ígék, amelyek alapján Isten lelkének segítségül hívásával közöttetek az ő ígéjét hirdetni kívánom. Írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 7. részében, a 13. és 14. versben. A Máté Evangéliuma 7. részének 13. és 14. verséből így szól hozzánk az Úr Jézus Krisztus szava. Menjetek be a szoros kapu, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus Isten útját csak ugyan igazán tanítja, és ő szerinte csak ez a két út van. A széles út, amely a veszedelemre visz, és a keskeny út, amely az életre visz. Úgy is mondhatjuk, az egyik a halál útja, a másik út pedig az élet útja. Mi emberek úgy szeretünk beszélni arany középútról. Hát van ilyen testvéreink tulajdonképpen? Nincsen, Jézus Krisztus szerint nincs. Harmadik út nincs. Nem adatott harmadik út. Nézzük meg hát azért most ezt a két útat. Két kaput és két útat közelebbről. Tágas az a kapu és széles az az út. Ezt mondja az egyik Jézus Krisztus. Természet szerint ezt szeretjük mindjárt, nem? Tágas kapu, széles út. Ez a mi álmunk. Nyugodtan lehet rajta közlekedni. Hogy gondolok most először az országunk kapuira? Kedves testvéreim, délután éppen összeszámoltam, az újonom, mert még nem gondolkoztam rajta, 7 rendszert éltem már meg, és életem nagy részét diktatúrában éltem le, mint 2-szeresen megbélyegzett ember, tehát én nem kívánom visszavégni, tessenek el. Megbélyegzett voltam, mint kulák, és megbélyegzett voltam, mint radikális reakciós. Utána meg az egyházban, mint az egyház kormányzatnak az ellenség. A kulákokat nem tudom, tudják, a fiatalatok, hogy kik is voltak. Kicsit viccesen az 50-es években a legnagyobb üldözés meg elnyomás idején keletkezett az a vicc Magyarországon, hogy Micsurina nagy orosz biológus keresztezte a kulákokat a nyulakkal. Így váltunk földönfutókká. Hát mi is majdnem így jártunk, mert a szószoros értelemben földönket elvették, házunkat elvették, és egy mosókonyhába húzódtunk meg, hát gondolhatják a testvérek, hogy nem váltunk vissza azokat az időket. A másik bélyeg a klerikális reakciókból, később meg az ellenkezés a egyház kormányzattal, egyik is elég lett volna az életemben, nemhogy ez a kettő. De azért most mégis fáj, testvéreim, hogy nagyon tágra nyíltak a kapuk. Nagyon tágra. Ezeken a kapukon most már minden bejött. Beőzönlött rajtuk a kevés jó mellett, a bűn és szenny áradat. Széles útat kapott az erőszak, a csalás, a harácsolás, a gyilkolás, a korrupció, a fajtalanság, a tisztátalanság, a horror, és a többi, amit el se tudnék sorolni. Nem azt mondom, hogy most jött be, hazudnék, azt mondanám. Csak nagyobb teret kapott, egyre nagyobb teret kapott. A széles út azért is kényelmes, mert sokan járnak rajta. Ha megszólal valakinek a lelkiismerete véletlenül, rögtön ott van a feledet, hát mások is ezt csinálják. Hát mindenki ezt csinálja. Miért nem csinálhatnám én? Másképp nem is lehet élni. Igazán, hazugság nélkül, csalás nélkül, lopás nélkül, meg se lehet élni. A sokaság így sodorja a széles úton az ember. Mert a sokaságnak a széles úton sodrása van. Nagyon erős sodrása van. 2 ígét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. Egyik a zsidókhoz írt levél második részének az első verse. Annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. A másik pedig a Korintusi levél, első Korintusi levél 12. részének a második verse.
mikor Pál így emlékezteti a korintusiakat. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amit vitettetek a néma bálványokhoz. A széles úton nem jár az ember tulajdonképpen, hanem sodortatik és vitetik a tömeggel. Az Isten igéje a Jézus Krisztus után azt mondja, hogy járjatok, hogy lehet járni, de a széles úton csak sodortatni lehet. Tulajdonképpen ilyen sodortatás egy kicsit a divat is. Nem? Más ezt csinál. Sodródunk le. Nekem legnagyobb élményem az volt, amikor megtértem, hogy nem muszáj sodortatni. Jézus Krisztus mind a két útnál kihelyezi a táblát testvéreink. Csak meg kellene látni. A széles útra kihelyezi a táblát, hogy a veszedelemre visz. A veszedelemre visz. Vonatnál is, amikor utazom, mindig szeretem megnézni a táblát, hogy mi van ráírva. Honnan jön, meg hová megy. Hát testvéreim, ti se felejtkezzetek el. Az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy legalább olyan komolyan vegyétek az életet. Az élet útját, mint olyan komolyan veszitek azt, hogy kimentek a keletibe, hogy mely vonat hová megy, megnézem, hogy van, mi van hír. A széles útra, a tágas kapunál az Úr kitette a táblát. A veszedelemre visz. Ki volna az a balga, aki felülne egy olyan vonatra, amire rá van írva, hogy egy próbát végzünk, ugye, nem tudom, tűzoltó próbát, és ezt a vonatot fel fogják robbantani. És itt próbálják ki a tűzoltók, hogy a mentési munkára kívülne fel rá, testvére. Az Úr Jézus megjegyezte, táblával ezt a széles útat, és azt mondta, hogy veszedelemre visz, ideig való és örök veszedelemre, testi és lelki pusztulásra, végül pedig az örök tűzre és az örök gyötrelemre. Nem lesz majd mentséges senkinek odaát, hogy nem tudtam, nem voltam tájékoztatva. Majd azt mondja az Úr, miért nem néztél, miért nem hallgattál? Én megmondtam, hogy hova visz ez az út. És mi van a másik úttal? Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Micsoda kegyelem, hogy nekünk a széles útra született és azon járó embereknek az Úr Jézus Krisztus egy másik útat is mutat. Egy másik kaput is. Nem vagyunk determinálva a széles útra és a kárhozatra, a veszedelemre, amire visz. Van szoros kapu, és van keskeny út. Az Isten országának van kapuja, meg kerítése is. Nem csáki szarmája az Isten ország. Tudjuk, hogy a kapun meg az ajtón keresztül lehet benne. Aki nem ott megy be, az tolva és rabba. Biblia olvasó emberek emlékeznek Jézus Krisztusnak egy példázatára, a nagy vacsorára, ugye, amikor bemegy a gazda, és lát egyetlen valakit, akinek nincs mennyegzői ruhája. És mit is mond neki a gazda? Barátom, hogyan kerültél ide, hol nincs mennyegzői ruhája? És mit parancsol? Ködösszétek meg, és vessétek ki. Micsoda lehetetlenség otthonában. Csak tudnunk kell válni, hogy a mennyegzőben mit hívottaknak, a gazda mindenkinek csináltatott mennyegzői ruhát. Méret nélkül is könnyű volt testvéremmel ismerős, hogy a régieknek a ruhájait bő volt, és férfiaknak, nőknek tulajdonképpen egyformai magukra csavart hosszú ruha. A lényeg az volt, hogy amikor belépett valaki, a meghívott, annak át kellett vennie a mennyegzői ruhát, saját ruháját levetni, és csak ebben a ruhában szabad volt belépni a mennyegzői vacsorába. Ez az ember hogy került ki? Vagy nem az ajtón ment be, vagy nem kellett néki az a ruha, amit a gazda csináltak. És ezért nem volt helye. Kedves testvéreim, az Isten országának a kapuján a magunk ruhájában nem lehet benne. Délt jó cselekedetünkkel, erkölcsiségünkkel nem lehet bemenni oda. Csak egyetlen ruhában, amit megtisztult kinek a vérében, a bárány vérében, Jézus Krisztus mennyegzői ruhájában lehet benne. Szoros az a kapu. Jézus Krisztus azt mondja magáról tulajdonképpen, hogy én vagyok az ajtó. Van
amit úgy szereted én, jövök semmit sem hozva, keresztet behoboz. Mesztelen vagy felruház, árván bízva vagy megszállsz. Aki Isten országába be akar lépni, a szoros kapun be akar lépni, annak ez legyen az éneke. Jövök semmit sem hozva. Amíg még be akarsz vinni valamit, nem férsz be. Mit is mondott Jézus, könnyebb a tevének a tűn fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. És itt ne csak testi gazdagságra gondolunk. Amíg nekem valami érdemem van, amíg én valami jót látok magamban, nem tudom bevenni ezen a kapun. Mit is mond Pál apostol, nincsen én bennem semmi jó. Semmi jó. Csak így nektek. Az út is keskeny áll. A kapu szoros, az út pedig keskeny. Nem autósztráda. Nem négysávos, nem is kétsávos, hanem gyalogút. Gyalogösvény. Van egy ilyen élet, nem is tudom, hogy kérdőjük, hogy kisösvény visz a Golgotára fel. Hát bizony, itt egy kisösvény van csak. És csak egyetlen lábnyomot lehet követni. Kinek a lábnyomát? Az Úr Jézus Krisztusnak a lábnyomát. Emlékszem rá, hogy amikor nagy hallak voltak még az én gyermekkoromban, és reggel kurvulni kellett valahova, olyan jó volt, hogyha valaki ment előttünk. Ha idősebb ember ment, azt láttuk a nagy csizmájának, hogy nem olyan nehéz volt, olyan nagyot lépni, de mi gyerekek olyat léptünk, mert különben a hó bejött a csizmánkba is. De jó volt egy lábnyom. Kedves testvéreim, a keskeny úton van egyetlen lábnyom. Egy véres lábnyom, Jézus Krisztusnak a lábnyom. Erre mondja Péter, hogy az ő nyomdokait kövessük. Az ő nyomdokait kövessük. Életveszélyes lehet minden letérés erről az úton. Keskeny. Kényelmetlen. De a keskeny útnál is ott van a jelzőtáblája az Úr Jézus Krisztusnak. Oda vette. Figyeld ezt az útjelzőt. Az életre visz. Ó, de kedves szó ez, hogy élet. Csak tulajdonképpen mi az igazi tartalmát nem ismerjük. A Biblia szerint az igazi tartalma az életnek az, hogy nem csak vegetál valaki, nem csak létezik valaki, hanem az Istennel él. A nagybetűs élettel él. Azzal él, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Vele lenni az élet. És ezért a keskeny út az életre visz, mert az Úrral járunk és az Úrhoz visz. E világon is, és az örökké valóságban is. Az igazi életre visz. Ott van a jelzőtábla. Ott van előtted is a két út. Figyeld a jelzőtáblát, az egyik a veszedelemre visz, a másik az életre visz. A nagy kérdés azonban azt testvéreim, az élet-halál kérdés, hogy te melyik úton vagy. Ma az ő szavát halljátok, ne nekem így hívjátok.